Volt, hogy egy órát kellett várni az esőben az oltópontoknál tegnap. A Blick és a Telex is beszámolt arról, hogy bár a Pfizer oltások beadása a legtöbb helyen folyamatos volt, néhány kórháznál hosszabb sorok alakultak ki. Híradónk egyik nézője szerint például a Kistarcsai oltópontnál. Írták, hogy ugye körülbelül 5 perccel az időpont előtt érkezzünk, ez így is volt, és még a saját időpontom előtt beengedtek minket, viszont a várakozás azért az elég hosszú volt, és körülbelül 1 órával később kaptam meg az oltást. Kérdeztük az operatív törzstől, hogy mi volt az oka a csúszásoknak. Annyit írtak, ha nem történik előre nem várt esemény, és mindenki a megadott időpontra érkezik, akkor nem alakul ki hosszabb várakozási idő. Ma újabb 330 ezer adag Pfizer érkezett az országba, az oltási program pedig új lendületet vett. Az első oltást már 4.714.992-en kapták meg, közülük 2.749.235-en már a második oltásukat is. Szijjártó Péter külügyminiszter ma a parlamentben napirendelőt arról beszélt, ehhez az eredményhez a keleti vakcinákra is szükség volt. A kulcs az volt, hogy mi nem voltunk és nem is vagyunk hajlandók a vakcinákra geopolitikai vagy ideológiai kérdésként tekinteni. Csak hogy nem minden ország ismeri el a keleti vakcinákat. Ausztria például a Sinopharmot igen, de a Sputnik vét nem, Németország pedig egyiket sem. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes tegnap a Magyarország Barátai Alapítvány online konferenciáján azt mondta, ha valamelyik ország nem fogadja el a magyar védettségi igazolást, Magyarország sem fogadja el az ottanit. Egy olyan ország esetében, aki nem fogadja el a magyar védettségi igazolást, arra az országnak az állampolgáraira nem fogjuk kiterjeszteni, mert egyszerűen a szuverenitásból következik a kölcsönösség. A DK szerint jogilag is képtelenség, amiről Semjén Zsolt beszél. Semjén Zsoltnak az elmúlt években sok ostoba kijelentése volt, de hogy ez a top 3-ba biztos benne van, az egészen biztos vagyok. Kérdeztük a kormányt Semjén Zsolt kijelentéséről, de nem kaptunk választ.